Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit a Mecseki kisvasútól. Csak ezt a kis rövid kisvasútot fogom bemutatni. Ilyen tényleg ilyen maszek alapon működik, és gyakorlatilag ilyen 60 év változatlanul. Hát miért a legutóbb itt jártam, csináltak ide egy katálymentes feljárót is. És ezt a kijárati jelzőt nézzétek meg, ez az egyik legjobb kisvasúton. A nyomtáv az 760-as, és 9 kilós ilyen kis függönykarnissinek vannak. És ugye itt a két végállomáson van kitérővágány, de körbejárás sem mindig van, mert oltmenetben is közlekedhet. Egyébként egy C50-es mozdony van és három kocsi. Szóval most egy hétvégén 10-től 16 óráig jár, a menetrend az pedig rugalmas, hogyha valaki utazni akar, akkor telefonon felhívja a mozdonyvezetőt és akkor feljön. Egyébként a másik végállomás, ami az egykori Vidámpark helyén volt, ott van a kocsi szín is. És látjátok, a nyílt vonal is ilyen, hogy ilyen, ezek a nagyon vékony sínek vannak, ez még a kis sínnél is vékonyabb. Ilyen 9 vagy 13 kilósak lehetnek. Egyiken sem láttam feliratot eddig. És itt van a Volt Vidám Park melletti végállomás. Szintén ezt a kiállati jelző az itt nagyon ott van. És bizony itt van mind a három kocsi, a mozdony meg szerintem benn van a színbe. De egyébként pont akkor a kocsi szín van, hogy a mozdony meg a kocsik is beférnek. Hát errefele van akkor a másik végállomás. Hát errefele, igen, itt volt régebben a Vidám Park, és a Vidám Park meg az állatkert között épült ki ilyen úttörő vasút jelleggel. Mert csak egy kis vasút. És változatlan formában fönnmaradt. Ugyanazok a kocsik és ugyanazok a mozdonyok is. Bár úgy tudom, hogy csak egy C50-esük van. Sziasztok akkor, de hát minden, még mindig Pécsen vagyunk. Mert csak egy kisvasút végállomásán az egykori Vidámpark, és ez volt a főbejárata. Hát nem sok maradt belőle, viszont ha már itt vagyok, akkor szétnézek itt a környéken. Sok látnivaló az egykori Vidámparkból nem lesz, mert a bezárás óta már ugye, ami még menthető volt, azt elvitték. Amit nem vittek el, azt már ellopták. Az épületeket is lebontották. Na sok nem messzék. Hát a Vidámpark 1961-ben épült, főleg társadalmi munkával, legalábbis nagyobb részt. És egész sokáig jól működött, olyan 2000-es évek környékén már kezdtek elavulni a játékelemek, és egyre inkább nem törődtek vele. Ugye 2006-ban már ugye a játékok többsége nem is működött, akkor még depresszióparknak már ugye annak hívták, itt a helyi lakosok, de végül is még 5 évig elvegetált úgy, ahogy 2011-ben végleg bezárták, és hát azóta is semmi. Csak fosztogatás volt, meg hát ugye ami még menthető volt, azt elvitték. Egykoron vidámparki játékelemek lehettek, de hát már csak az alap maradt meg belőlük. Na, itt vajon mi lehetett? Leginkább ezek a jellemzők erre a környékre. Nyilván itt voltak a vidámparki játékok, csak ugye azokat már elvitték, vagy ellopták, és csak ezek az alapok maradtak. Itt valami nagyobb kaliberű dolog lehetett, mert ekkora alapot akárminek nem csinálnak. Ez se lehet, semmi. Na itt vajon mi lehetett? Innen is érdemes lenne régi képeket előszeregetni, hogy hol mi volt, mert ez a nagy lebetonozott plac is valami érdekes lehetett. Én ott a háttérben még látszik a Michelin tetőn lévő tévétorony. Néhány éve voltam már benne, egyébként kilátó működik benne, egyébként a kék esetén meg az alaegerszegi tévétől annyian még, hogy van benne kilátó. Hát én most szerintem érdemes felmenni, meg be lehet látni a teljes Pécs környékét. Hát, látjátok, itt is volt valami. De hát az egész Vidámpark az erről szól, már csak ilyenek vannak mindenhol. Ilyen megmaradt alapok és torzók. Hát közben itt van a kisvasút, meg mellettem a Vidám Park is, hát most már egyikről se sikerült most túl sok mindent bemutatni. Ugye a kisvasút az most nem közlekedik, ugye járványügyi helyzet miatt, mint megtudtam. A Vidám Parkban meg nem marad semmi, de nézd. Viszont 4 óra múlva indul a busz vissza a pályaudvarra, úgyhogy visszamegyek azzal. Remélhetőleg el fogom érni, tervileg egy olyan 10 perccel van a busz megálló. Úgyhogy nem reménytelen a dolog. Ha nem sikerül, akkor meg sétálok lefele, mert egy órát nem fogok itt várni. Elindulok lefele, aztán egyszer majd csak leérek.
akkor ez a kis videó az ennyi lett volna. Szerintem ezt megvágom úgy, hogy egyben, mert igazából egyikről sincs, csak egy-két perces anyag. Úgyhogy ez a videók az ennyi lett volna, köszönjük, ezt is megnéztétek, sziasztok!